Tavaly szeptember végén tették le a bátaszéki agrárlogisztikai központ alapkövét. A beruházás a területfejlesztési operatív programból 550 millió forintos támogatással jött létre. Bozsonyik Róbert polgármester akkor azt nyilatkozta, történelmi jelentőségű esemény az ipari park létesítése. Mindenkori önkormányzat zászlójára tűzte, hogy hát fontos a település életének és fejlődésének fenntartása érdekében munkahelyteremtő beruházásokat létrehozni, vagy munkahelyteremtést ösztönözni, és erre igazán eddig nem volt lehetőség. Most teremtődött meg, hiszen az Európai Unió támogatásával, a megyei önkormányzat közreműködésével a városunk 550 millió forintos támogatást nyert egy agrárlogisztikai központ létrehozására. Az azóta eltelt időben folyamatosan zajló beruházás eredményeként szerkezetkész a leendő központ és benne egy hűtőház, valamint az ipari park alapinfrastruktúrája is elkészült. Ami a legfontosabb, hogy gazdasági szempontból olyan vállalkozások jöhetnének ide Mátaszékre, akik mondjuk iparizési adó tekintetében jelentősen hozzá tudnának járulni a város költségvetésének megerősítéséhez, azzal a céllal, amit korábban is kifejeztünk, hogy az ebből befolyt bevételt elsősorban ennek a területnek a bővítésére kívánjuk majd fordítani. Az önkormányzat több céggel is folyamatosan folytat tárgyalásokat a lehetséges működés feltételeiről. Várhatóan a nyár beköszönte előtt az első szállítmányok beérkezhetnek majd a hűtőházba.